Idén szokatlan módon télvíz idején decemberben került megrendezésre az idei foci VB, ebből az apropóval pedig ellátogattunk az ICEK Trollfoci Sportpubba, hogy megnézzük, hogyan szurkol, illetve néz meccset a magyar foci rajongó. Mi a véleményed arról, hogy idén télen rendezik meg a foci VB-t? Kicsit fázom tőle, szóval nem annyira tetszik ez a dolog. De miért nem? Mert hideg van. Én szeretném a Városligetben nézni ezeket a meccseket, de sajnos most egy kocsmába kényszerültem. Hát ez egy vicc. Miért? Ez egy vicc. Hát azért, hogy elvigyék a sivatagba. Ezért átszervezték az egész évet, és télen van a VB. Hát többet nem lesz így. Hogy éled meg azt, hogy idén, decemberben, karácsony előtt került megrendezésre a foci VB? Hát, mint pub tulajdonos egyébként teljesen jól élem meg, mert a forgalman rendkívül jól látszik az, hogy most be tudjuk hozni az embereket a meccsek miatt. A nyári szezon se szokott egyébként rossz lenni, de valahogy ez a télje sokkal jobbnak tűnik. Tehát ha csak a pub részét nézem, forgalom szempontjából sokkal erősebb, mint egy nyári. Tehát nekünk ez jobb egyébként. Hát először, amikor meghallottuk ezt, hogy télen lesz a VB, akkor kicsit szkeptikusak voltunk ezzel az egésszel. Azt hittük, hogy itt nem lesz semmi, embereket nem fogja annyira érdekelni. Nyilván azért nyáron ennek van egy ilyen feelingje, hogy kimész a haverokkal egy nagy kivetítő elé, sörpadokra, kint szabad ég alatt, stb. Ott elvagytok, piázgattok. Most ettől féltünk, hogy nem lesz meg ez a lehetőség, sok helynél már nem lesz most terasz, ugye nekünk sincs most kint teraszunk, pedig szokott lenni, az azért még plusz 50-60 főt be tudna vonzani, de hála Istennek nem így sült el. Az emberek ugye nyáron legalábbis itt nálunk jobban ráérnek, ráhangolódnak, télen ez ugye nincs meg. Szerintem az összes európai nevében mondhatom, hogy ez nem igazán jó. Télvíz idején azért egy hideg sör nem biztos, hogy annyira jól esik. Ez ugye a prekoncepcióm, de cáfolj meg, hogyha nincs igazam. Tévedsz egyébként, azért folyamatos sörakciókkal készülünk. Azt veszem észre, hogy a sör fogy a legjobban. Azért a rövid, a tüskék mennek, de a sör ilyenkor töménytelen mennyiségbe fogy, tehát folyamatosan napról napra újra kell rendelnünk a sörkészletünket. Mert ugyanúgy a sör és a rövid, mint nyáron. De talán a rövid most több, mint nyáron. A sörözés nekem konkrétan nem annyira hiányzik, én abszinens vagyok. De egyébként tehát nem az a hangulat, az ember otthon üldögél, készíti a karácsonyi ajándékot, meg nem tudom, bevásárló, és akkor közben néha megy egy argentin holland, tehát nem fura ez nagyon. Most hogy néz ki nálad egy átlagos VB-mes nézés? Mivel ugye dolgozom, meg iskolába járok, ezért egy fokkal nehezebb most ezt mindig megoldani, legtöbbször inkább otthonról nézem. Beülök egy sörrel például a tévé-el, és úgy nézem meg, nem pedig egy nagy kivetítőm, vagy egy kocsmában. Vásárolok chips, sört, és akkor begubózok otthon. Ennyi? Egyedül magányban? Igen. Igen, közben meg Facebookozok, és akkor barátokkal úgy konzultálok. Teljesen a elfoglaltságom múlik, tehát hogy mikor mennyi időm van rá. Most például ugye amatőr csapatunkkal nézzük itt ugye a meccset, egy ilyen bank, évzáró bankettel egybekötve. És amikor még nincs időm, akkor mondjuk otthon nézem egyedül. Mennyivel másabbak a meccsnézési szokásaid, mint mondjuk nyáron? Alig-alig tudok nézni meccset egyébként, mert hát dolgozom. De most mégis itt vagy? Most itt vagyok, most ez az esti meccset tudom nézni. Nyáron az ember kimegy a strandra, és akkor megnézi a meccset a, nem tudom, a kürtös kalácsozás közben. Hát most ez nem így működik sajnos. Ráadásul advent van, karácsony egy hét múlva, úgyhogy elég furva ez így. Szerinted ez egyébként tartható, hogy télen is rendezzünk ilyen világeseményt, vagy inkább ragaszkodnál ahhoz, hogy ez azért a nyár, és az a nyárral együtt járó ilyen kis élvezeti faktor? Szerintem nyáron egyébként is nagyon sok mindent tudunk csinálni, és egyébként is van rá lehetőségünk, hogy kiüljünk és a barátainkkal legyünk, szóval nekem annyira nem kőbevésed, hogy csak nyáron lehet egy ilyen világesemény. Nekem ez a feeling jobban tetszik. Sokkal jobban tetszik az, amikor az emberek így egy helyen központosulnak, és kicsit így mindenki arra van készülve, hogy a másikkal kommunikáljon és emberségesen viselkedjen. Amikor a terasz megvan nyitva, akkor tényleg jóval szellősebb ez a történet, és az idegen emberek nem annyira tudnak egymással kapcsolatba lépni. Tehát én ezt jobbnak tartom személy szerint. Itt bomba jó hangulat van. Tehát lehet, hogy azért is, mert ez az első meccs, amit így közösségben nézek, de itt ez nagyon jó lesz, érzem. Ugye alapesetben, amikor nyaranta vannak ezek a világesemények, akkor kimegyünk barátokkal a Városligetben, ennek van egy ilyen jó hangulata. Most meg ugye sajnos ide vagyunk szorulva, és hogy most összegyűlünk egy kocsmába, az közel se az az élmény, mint
mondjuk a Városligetben nézni a mérkőzést. Te személy szerint egyébként örülsz annak, hogy most télen van a VB, és el tudod képzelni, hogy a jövőben ilyen felosztott téli, nyári, őszi, tavaszi VB-k, LB-k is lehetnének el, vagy pedig ez maradjon meg a nyárnak? Hát ezt most ugye elviselem ezt a mostanit, de hogyha lehetne választani, akkor maradjunk az eredetinél. Én a nyarat támogatnám, hát az ősz-tavasz az nem jön szóba, a tél se jó ötlet szerintem. A nyarat támogatnám, igen, és egy felekkora VB-t rendeznék egyébként, 16 csapattal. Hát én remélem, hogy nyáron marad, de mivel gondolom a fejlődő országba szeretnék vinni a világbajnokságot, ezért valószínűleg lesz még hasonlóra példa a közeljövőben. Mire számítatok a döntővel kapcsolatban? Már most fullon vagytok? Teljesen már egy hete fullon vagyunk, nincs nagyon szabad asztalunk, nyilván még azért gondolkodunk, addig lehet, hogy besűrűsíteni még plusz asztalokat, hogy hát ha meg tudjuk oldani. Ez még tervben van, de ugye az is lassan itt van. Biztosan telt ház lesz, hatalmas hangulattal.